aki nekem mindenem volt, százszor legyen átkozó. Üdvözöljétek a medúzáimat! Ő itt 14. Lajos, ő pedig Maria Antoinette. Ha valaki esetleg lemaradt volna a nagy hírről, akkor sajnálom, hogy tőlem kell megtudnia, de a világ második legjobb nője szakított a Paliával. Egy évig küzdöttünk, de mivel minden kettőnknek más a szeretet nyelve, így elengedtük egymás kezét. Közel egy hetet tartja lázban az országot az egykori szépségkirálynő Kulcsár Redina és férje Szabó András csuti válása. End of Kim and Kanye in real life. És Kulcsár hashtag Edina már talált is vigaszt magának. És valószínűleg pont ezért tudtam tovább lépni, és ezért telt készen a szívem, hogy én tényleg ilyen szintű szerelmet érezhessek valaki iránt. Gino Westmarki vagyok, ugye West az a West Side, ugye nagyon West Coast éles stílus, Emin Márki, ugye a Gino meg az nem tudom. Mostanában a YouTube legfelkapottabb magyar előadója GVM, polgári nevén Varga Márk. W, az W, az nem V, az W. De nem csak a neve, hanem az automárkák kiejtésével is vannak problémák. Na most az vagy AMG, vagy AMG, de semmiképpen nem AMG. Na de ne szaladjunk ennyire előre a videóban, fontos dolgokat kell megbeszélnünk ma is. Engem totálisan hidegen hagy másoknak a magánélete. Minden kettőnknek. Viszont rengeteg ember van, akik szeretnek ezen csámcsogni, ők pedig megélnek ezekből az emberekből, szóval mindenkinek jó IQ 60 alatt. Szerelmes léttem, buta voltam. Ő idősebb volt, hogy neki kellett volna, hogy több esze legyen. Mit mondhatott volna nekem? Nem viszte kell, mert még fiatal vagy. De ő nem ezt mondta, hanem fogott és rögtön vitt. Nem kellett neki kétszer mondanom a telefonba, hogy szöktessél. Mindig csodálkozom, amikor emberek órákig tudnak locsogni a médiában az érdektelen magánéletükről, mint hogyha mindenki arra lenne kíváncsi, hogy az ő unalmas életében mi történt. Meséljétek, hogy mi történt veletek? Felébred Edina, átmegy a gyerekszobába, behozza ide, én akkor megyek a Medihez, felébredünk, lemegyünk. És ahogy meghallja, hogy felébred, rögtön fel kell jönni, bújik hozzá, puszi, hogy szeretgeti, hogy a szülőkén látni, nem csak a lakás fantasztikus megélni, hogy ebből az lett. Például miért tudom azt számomra vadidegen emberekről, hogy a szüleik, a gyerekeik éppen melyik szüleinél csövelnek? Keddenként, amikor bölcsiből megy, akkor Medike az anyósomhoz megy, nekik van egyébként autójuk, egyedül a családban nyilván rajtunk kívül, tehát ők nagyon nagy segítség, és akkor a mami pedig a Ninával van, az én dédim, aki egyébként 90 éves. All those words and you said absolutely nothing. És engem, mint közösségi média szakértőt, illetve Edina csuti párkapcsolati szakértőt, az is érdekel pusztán szakmailag, hogy hogyan jelentették be az új kapcsolatukat a nagy közönségnek. Az ifjú pár egyszerre tudatosan megfontoltan posztolta ugyanazt a képet az instájukra, a liazonjukról. Megfigyelhetjük, hogy milyen hasonlóan voltak felépítve az érzelemdús posztok, és a végén ott volt mind a kettőnek a nagy bejelentés. Ennek a lánynak a neve Kulcsár Edina, ő GVM, aki polgári nevén Varga Márk. Továbbra sem szeretnék nyilatkozni, ezúton is szeretnék mindenkit megkérni, hogy ezt tartsák tiszteletben. Nem mi vagyunk a világtörténetben az első ilyen pár. És ezt a szöveget egy héttel korábban Edina a válás bejelentő posztjánál is bejátszotta. Kérjük a sajtó munkatársait, legyenek tekintettel a helyzetre, magánéleti témában nem kívánunk nyilatkozni. Hát címlapon kéri, hogy hagyják őt békén. Nem akarta ő ezt az egész celebséget. Szálljatok le az Edináról! Leave Edina alone! Teljesen érthető, hát mindannyian pénzből élünk. Van, aki a szülését árusítja ki, van, aki a válását, van, aki a szarását. Én elvárom, hogy a celebek bevezessenek minket a hétköznapjaikba. Szeretnénk egy kis betekintést engedni, hogy mégis hogyan állunk most. Most már belementetek, anyukám. Bedobtátok a közösbe a kapcsit, most már mindenről tudnunk kell. Kezdjük az elején. Miért váltatok el? Nem ment a csutival a himi-humi? Elképesztően nehéz férfiként ennyi helyen teljesíteni. Uh-huh. Nem működött a tucsi pömpölője? Tudjuk meg a részleteket most már. Itt van az a hely, ahol minden reggel, illetve van, amikor este is össze tudunk bújni. Nem bújtak össze minden reggel, és van, amikor este is? Nekem tudnom kell, hogy hol van az a hely, ahol minden reggel, és van, amikor este is összebújnak. Itt az én pár perces zuhanykám. És hát egy hónapig nem tudtuk használni, mert hogy fordítva rakták fel, vagy fordítva volt bekötve, hogy itt meg a meleg víz.
És akkor egy hónapig nem jöttek rá, hogy akkor a hideget kell engedni, és úgy jön a meleg? Figyelj, az megfordható, hogy addig ne fürdjél le. Mit csináljak? Ne fürdjél le. Én, mint közösségi média mindent kinyomozó, utána jártam, hogy Tucsi hogyan viseli a szakítást. És rájöttem, hogy a legjobb módszerrel heveri ki ezt a problémát. Elment a Szecskába szaunázni. Itt nosztalgiázott is egyet, és eszébe jutott élete legszebb pillanata, amikor találkozhatott a Will Smith-szel. Három kívánság rá többre ne számít! Sajnos a Ginnek szabályai alapján nem lehet olyat kérni tőle, hogy Edina ismét szerelmes legyen bele. Nem intézhetem úgy, hogy bárki bárkibe beleszeressen! Viszont egy revenge relationship keretében talán össze kéne jönni a Will Smith-szel. Hadd egye a penész a varga Edinát! Lássa, hogy mit veszített. Egy igazi gyémántot. Egy csiszolatlan gyémánt. Csutikám, adok neked tanácsot, mert most már életvezetési, párkapcsolati kríziskezelő szakember is vagyok. Biztos hallottál már arról a szakmai kifejezésről, hogy 30 days no contact. Azaz, szakítás után 30 napig nem írunk semmit a másiknak. És utána se. Edina a bejelentés után úgy érezte, hogy eljött a nagy lehetőség számára, énekelnie kell. És el is készítette első saját nótáját, egyetlen szó címmel. Nem vagyok gyenge, mantrázza magának az énekesnő, hogy bátorságot öntsön magába az irigyekkel folytatott küzdelem során. Nem vagyok gyenge, nagyon gyenge voltál. És természetesen, mint minden első zenés előadó, ő is halál komolyan vette magát, és beleszorult egy ilyen merev pózba. Nem vagyunk már szerelmesek, volt, ami volt. Edinának a refrénben majdnem sikerült összehozni egy nyelvtanilag helyes mondatot. Mosolygom és eljátszom, hogy minden rendben. Úgy látszik, az a bizonyos egyetlen szó is helytelenül van. A mosolyognak, mint tárgyatlan és iktelen igének a kijelentő módú, jelen idejű, egyes szám első személyű alakja mosolygok. Mosolygom és eljátszom, hogy minden rendben. Minden kettőnknek azt mondták, hogy Úristen, ezt te írtad, és mondtam, hogy nem egyébként, tehát hogy ez a pláne az egészben, hanem ugye GVM írta. It all makes sense now. A GVM Music Production szégisze alatt Edina végre kiteljesedhetett. GVM Music Production. Hát igen, a Csutinak nem volt fake productionje, hogy csinált volna az Edinának ilyen prémium klippet. Nem vagyok gyenge. Ha lett volna Csuti Music Productions, akkor lehet, hogy maradt volna az Edina. Csuti Music Productions. Most kéne megalapítani a Csutinak, és közös számot csinálni a Will Smith-szel. I'm going to Miami. Remélem lesz majd közös romantikus szám is, aminek a refrénje az lesz, hogy mosolygom az AMG Merciben. Mosolygom és eljátszom, hogy minden rendben. Autót adott neked? Igen, nem olyan plusz juttatás. Na és milyen kocsit adott? Egy Mercedes SLS AMG. AMG a Merci! Hagyjál maldikon! Ez lesz, amikor nyolcelemisek csinálnak zenét nyolcelemiseknek. Én a helyében inkább a világbékéről írtam volna zenét. Ha már ő volt a világ második legjobb nője, akkor ez a téma testhez álló lenne neki. That's easy. World peace. Én lettem a világ szépe. Legyen most már világbéke. Világbéke. Világ szépe. World peace achieved. Nice. És olyannyira nem akar senki nyilatkozni ebben a témában, hogy még a GWM volt felesége is beszólt az Edinának a fókuszban. Megígérhetem azoknak az embereknek, akik követnek, vagy esetleg követni fognak, hogy a WC-ről biztosan nem fogok posztolni. Én rájöttem, hogy mi tetszett meg Edinának a GWM-ben. Az, hogy olyan igazán férfiasan tud kocsikat pofozni az autópályán. GWM modernkori Einsteinként dolgozta ki a relativitás elméletét. Mennyi idő alatt keresem meg 5 millió forintot? Relatív. Mennyibe kerül nálad egy fellépés? Ez nyílt titok, 400 ezer forint plusz üti költség, amilyen 500 ezer környékén áll meg. És a GWM már akkor előre látóan belekalkulálta a csuti költséget. Hát hogyha a csutit is viszi magával fellépésekre, akkor az még dupla gázsi. Az már 800 ezer is lehet. Belecsöppenünk egy business meetingbe. Intézzétek el. A ferencvárosi Corleone teljesen jogosan fel van háborodva, hogy nem ő kapja meg a szakmai elismeréseket, amikor sokan nézik a YouTube-on. Én vagyok a top matematikai alapok alapján. Matematikusan? Miből számolsz? Akik alattam vannak 20-30 helyezéssel,
azok kapják meg azt a lehetőséget, ami nekem járna. Így vagy, és kész. 10-20-30 millió slágereket, legrosszabb esetben 5-6 millió slágereket, és nem azt kell jelölni, mondjuk a fonogramra, tessék. Jól mondom, Laci? Így van. És ezzel még a Laci is egyetértett. Ott van, nem lehet ezzel vitába szállni. Jól mondom, Laci? Nem, milyen rokonaid vannak, tessék! Sőt, még én is egyetértek vele. Nekem is már rég Nobel-díjakat kellett volna kapnom ilyen nézettségek után. Ha ő 300 millióra megkaphatja a fonográfdíjat, akkor én 500 millióra megkaphatom a Nobel-díjat. Minimum. És így a videó végére maradt egy nagy bejelentésem a számotokra, amiről még a sajtó sem tud. Mert nem tudja a sajtó, hogy az Edina már a GVM-mel sincs együtt. Tudom, kivel van. Velem. Lecsaptam mindenki kezéről az Edinát. Egyszerűen amióta együtt vagyunk az Edinával, rengeteget nevetünk, hűlünk, viccelődünk, humorizálunk, ugratjuk egymást. Életünk legszebb, legboldogabb pillanatait éljük át ilyen. Úgyhogy ezúton szeretném megkérni a sajtó munkatársait, hogy legyenek tekintettel a helyzetre, tartsák tiszteletben a magánéletünket, és fizessenek elő VIP csatornatagságra. Hey, hey, lover.